Az új pécsi vásárcsarnok avató ünnepségén készültek ezek a felvételek. Itt mondta el a megyei önkormányzat elnöke, hogy üzletet nyitnak a baranyai termékeknek az épületben. Fontosnak tartotta a megyei önkormányzat, hogy egy kincses baranyaboltot is nyisson az új vásárcsarnokba, ahol a nagyvárosban élő pécsiek megismerkedhetnek és meg is vásárolhatják azokat a jó minőségű baranyában megtermelt prémium, de elérhető áru termékeket, amelyek nem csak finomak és egészségesek, de baranyaiként büszkék is lehetünk rájuk. Remélem, hogy ezt az új kincses baranya boltot is a szívükbe zárják majd a pécsiek a következő hetekben, amikor megismerkednek a termékekkel. Lekvárok, mézek, szörpök, tészták többek között a kincses baranya standján. Ez már a nyitás napja. A baranyai termelőkért és kézművesekért egyesület üzemelteti az árusító helyet. Csomagolt áruval fogunk foglalkozni. A friss áru az úgy lesz majd megtalálható, hogy augusztus közepétől lesznek majd füstölt áruk, hungarikumok, és ezáltal lesz egy picit így a friss áru is, ha ez így annak mondható, de minden csomagolt lesz nálunk, mert úgy gondoltuk, hogy ez az, ami, tehát így lehet ez a kincses baranya, mert ugye ezt el lehet vinni. Így a turisták is meg tudják mutatni otthon, hogy milyen finomságokat lehet kapni Baranya megyében, mondja az egyesület elnöke. A kincses baranya üzlet célja, hogy ismertté tegyék a helyi termelőket, így segítve nekik a piacszerzésben. Eredetileg ez volt az új vásárcsarnok építésének is a célja.